Üresen állnak a raklapok az egyik szekszárdi boltban. Egy nézünk küldte a felvételt. Hatósági áras 2,8%-os tartós tejet szeretett volna vásárolni. Több üzletbe is elment, mire sikerült találnia. Mások is hasonlóan jártak. Van, aki azt mondja, csak a drágább kategóriájú terméket tudta megvenni. Hát itt van, csak a magasabb áron. Mások inkább már a termelői tejet választják. A tejet használok, csak a hogy is hívják, kucokokat. Külön hozzá az illető a ház. Rendes, normális, nem ez, ami tehén se látott. Igen, fogyasztok, de házi tejet. A Magyar Tejtermék Tanács ügyvezetőjét telefonon kérdeztük meg a kialakult helyzetről. Harc Zoltán elmondása szerint a feldolgozók 2022 első felében az előző évek átlagához képest 70-80%-kal több hatósági áras tejet gyártottak és adtak el hazánkban. Tehát a problémát a megnövekedett kereslet okozza, ezért előfordulhat, hogy logisztikai okok miatt időszakosan nincs a termékből a polcokon. Ha csak az elmúlt egy hónap adatait nézem, akkor ennek a hatósági áras tejnek az értékesített mennyisége az 202%-on áll a 21 évi adatokhoz képest. Tehát nagyon keményen beleálltak a feldolgozók, és kiszolgálják a megnövekedett igényeket. Tehát erről az oldalról a feldolgozóipar mindent hozzá. Tehát ne felejtsük el, hogy az előírás úgy szól, hogy csak az előző évi szintet kell a kínálatban tartani a boltoknak. Harc Zoltán elmondta azt is, hogy összességében jelentősen 3,5%-kal több tejet iszunk, mint egy évvel korábban.